Tisztelettel köszöntöm a Tiszán innen Dunántúl című kulturális és közéleti magazinunk minden kedves nézőjét. Mint a nyárutó ajándék napsugarai, úgy próbálunk meg műsorszámainkkal áthatolni a borongós valón. Amíg a világban számunkra nem tetsző dolgok történnek, jó látni, hogy hazánkban igazi értékek vannak. Keressük, megtaláljuk őket, és bemutatjuk műsorunkban. Kunszabó Ferenc író ma tovább mesél kalandos életéről, melynek jelentős részét olykorban kellett megélnie, ami már maga egy nagy kaland. Kunszabó Ferenc azonban mindig gondoskodott arról, hogy még arra is rátegyen egy-egy lapáttal. 56 milyen hatással volt önre, és hol érte meg? Hát ugye ez is sorsszerű volt, hogy 55-ben kizárnak az ország összes egyeteméről és a pártból nacionalizmus miatt. Ez ritka adomány volt abban az időben, de ezt dokumentáltam, meg is jelent a Népszabadságban, leközölték, amikor ilyen ítéleteket, kizárásokat közölgettek az múlt évtized elején. És visszamentem a ganzhajógyárba dolgozni, a csoportvezetőm, aki akkor is volt, mikor 48-ban fölkerültem a gyárba, föl akartam menni Pestre minden áron. Ugyanaz a csoportvezető volt 55-ben, Józsi bácsi, és oda megyek reggel, azt mondja, na, ki Tőt Feri? Mondom, ki? Azt mondja, jó van, vedd fel a szerszámodat a szerszámraktárba. Tehát kizárnak, fizikai munkám vagyok, és kizártak különböző nézeteim miatt, ugye, nacionalista nézeteim miatt, és a 20. kongresszus jön 56. februárjában. Amikor is én újságíró akartam lenni, nem akartam már az egyetemen tanár lenni, újságíró vidéki lapnál. Írtam a Szabad Ifjúságba, ez az akkori ifjúsági szervezetnek a országos lapja volt, föl is akartak oda venni, de én Szabolcs megyébe akartam elmenni a megyei újsághoz, hogy megnézzem, hogy az én népem most hogyan gondolkodik. És hát oda persze nem sikerült 56-ban, a 20. kongresszus után eljutnom, eljutottam viszont Somogy megyébe. Na ez kiváló volt, mert legalább megismerem a Dunántúlt is. Aztán oda kerültem április 1-én, és mondta a főszerkesztő, hogy reméli, hogy nem áprilisi tréfa lesz. Hát mit mondjak, nem az lett. Ugye 56 nyarán már működött a Petőfi kör, ami szerintem a kommunistáknak a műve volt, direkt csinálták, ők csinálták, hogy levezessék a fáradt gőzt, vagy a kitörni készülő gőzt. De én Kaposvárról feljöttem néhányszor, és akkor azokat az ultrabalos egyetemista társaimat és tanáraimat is megtaláltam az opponensek között, akikkel az egyetemen ismerkedtem meg. És így gyanút fogtam. Na mostan Kaposváron is volt mozgolódás, szerintem azt is a titkosszolgálat szervezte 56 nyarán, és hát nem is nagyon tetszett nekem, de eljártam. 56. október 19-én jött le Kaposvárra Dobi István, Tildi Zoltánt hurcolta magával, meg még két-három ilyen reform. Kommunista, az egész meg volt csinálva, ez nyilvánvaló volt, KGB szervezte. Ahol is a Somogy megyei szövetkezetesítésről beszéltek, és hogy erőszakkal, nem erőszakkal, hogyan, miképpen, és ott megint a nagyszájú és a hangoskodó Kunszabó, én is szót kértem, és két dolgot mondtam, háromat. Egy, hogy számoljon be a kormány,
a uránérc eladásáról, számoljon be az alumínium üzletekről, hát mind a kettőt ingyen adtuk a Szovjetuniónak. Három, a bűnösöket felelősségre kell vonni. No hát, ez ugye kellőleg megalapozta, aztán ez október 19-e, kellőleg megalapozta a jövőt az elkövetkező napokban, mert amikor 26-án a gyárakban már nem tudták féken tartani a munkásokat, mert akkor éjszaka is bent voltak, sztrájkoltak, de bent voltak, hogy együtt legyenek, ne lehessen őket letartóztatni. Mert a gyárba nem mert bemenni egyetlen álló se. Felvonultak a Petőfi zoborhoz, akkor engem követeltek, hogy a gyűlést vezessem le. És hát levezettem, és utána a megyei forradalmi nemzeti bizottságnak a titkára lettem, a megyeinek. Persze volt több titkár, hát hozzám tartozott a kultúra és a honvédelem. Erre volt némi alapom, hogy a katonai ügyek hozzám tartoztak, hozzám osztották be, mert az egyetemen Rákosi idején minden egyetemista, a nők is tartalékos tiszti kiképzést kaptak. Minden nyáron egy hónapra be kellett vonulni ilyen nyári táborba. 52-ben még a nőknek is, a lányoknak is, de aztán 53-ben őket nem hívták gyakorlati szolgálatra. Szóval volt némi fogalmam a hadi ügyekhez, és akkor szerveztük a város védelmét, hogyha innen jönnek, onnan jönnek, amonnan jönnek. Ebből aztán lett is némi kalamajka, mert engem akartak fölhúzni emiatt, de sikerült igazolni, hogy én nem, mikor november 4-én hajnalba jöttek az oroszok, akkor semmiféle parancsot nem kaptak a kihelyezett bázisok, katonai bázisok, úgyhogy ezt nem lehetett rám fogni. Milyen hatással volt rám, hogy életem legfontosabb mozzanata volt, hogy különös isteni adománynak érzem máig, hogy én részt vehettem ebben. Az, hogy a KGB szervezi, az, hogy ezt szervezik, mert amikor lanyhult a forradalom napjaiba, akkor mindig kaptunk egy-egy lökést, hol innen, hol onnan, csináltunk egy Zrínyi Kör nevű értelmiségi társaságot ősszel, szeptemberben, és hát az oda beépített ügynökök, akkor azok mindig tovább lökték az eseményeket. A titkosszolgálat szervezte, valami berlini féle megmozdulást akartak, hogy igazolják Hruscsovnak, hogy kárám demokratáskodni ezekkel a meghódított országokkal, de a nép kezébe vette, és messze túlhaladt azon a magyar nép, mint amit a titkosszolgálatok csinálni akartak. Ez Dénes János fejezte ki nagyon jól, hogy amikor nem tudom, hanyadikán, 20-20-hanyadikán bement Pestre, mármint hogy Kőbányáról bejött a belső vidékekre, és látta, hogy fegyveresek, hogy Korvin köz, hogy Szabad Nép Székház, és a többi, és a többi, és ezt senki nem szervezte, ezt maga a nép csinálta, akkor mondja Dénes Jancsi, rájött, hogy ez már a magyar nép autonóm cselekvése. November 4-e után lementem a Mecsekbe, mert akkor már Szabad Európa a mecseki láthatatlanokról bőven beszélt, hogy a mecseki láthatatlanok ezt csinálták, azt csinálták. Somogy megyében nem fejlődött ki partizánharc, ezért mi elég sokan lementünk. A Mecsekbe rá is találta az én csoportom is egy komlói bányász csoportra,
akikhez aztán többször elmentünk fehérneműt váltani, ágyba aludni, mert különben szabadba aludtunk november közepén is a mecsekben, és hát volt jó néhány összeütközés. Ha csak annyit rám tud bizonyítani az ávó letartóztatásom után, hogy én a mecsek szót ismerem, akkor fölhúznak, ez biztos. Úristeni, kegyelem volt, hogy nem tudtak erre rájönni, bujkáltam. És végül is elkövettem azt a hibát, amit a bujkálóknak nem szabad elkövetni, meglátogattam családomat. Az állami gazdaságban, 60 mellett, és természetesen ott is volt besúgó. Este megérkeztem, és hajnalban ott voltak a kaposvári ávósok. És akkor hát elítéltek, és üldögéltem 6 évet. Kijöttem, mentem vissza a gyárba, visszafogadtak. Ezek a gyári közösségek, amiket megismertem életemben, ezek voltak legalább olyan erősek, mint a falu közösségek, amivel aztán befogadtak az írótársadalomba, és fölvettek a Magyar Írók Szövetségébe. Ez a, mi indult a Magyarország felfedezése sorozata 60-as évek végén, Erdei Ferencnek a kezdeményezésére, és ott az én kötetem a 6. volt, Fekete Gyula volt előttem az 5. megjelent kötet, én a 6., 92 nyarán a Sárközről írtam. Az egy körbehatárolható népcsoport, a sárközi etnikum, és a szekszárdi állami gazdaságban egy érdekes kezdeményezést indított a zseniális igazgató és fő agronómus, mégpedig az, hogy X területet, X gépekkel, és meghatározott, hogy mikor mit kell csinálnotok, noha azt a traktorosok jobban tudták, mint az igazgató, rájuk is hagyta. Kiadták szerződésbe egy-egy brigádnak, szocialista brigádnak, ugye, és akkor csodálatos eredményeket ért el a szekszárdi állami gazdaság. No, ez vitt engem a Sárközbe, de aztán vettem az egész etnikumot, de a középpontban ez volt, hogy ha hagyod dolgozni a magyar parasztot, akkor az csodákra képes. Most se hagyják. Nincsenek is csodák. Van egy ember, illetve élt valamikor, úgy is mondják, a legnagyobb magyar, aki igen nagy hatással volt önre, hiszen idéz tőle, sőt, életrajzi regényt is írt. Igen. Mi az, ami megfogta önt? Kitettek az Agrárgazdasági Kutatóintézetből, de akkor állítólag, ez megjelent nyomtatásban is, hogy azt mondta Kádár, hogy én nem tudom, ki az a Kunszabó Ferenc, de hogy itt rohangáljon Pesten, ő is, mert akkor elég sok ember kitettek, Konrádot, meg Szelényit, meg ki, az országból is kitették, de hogy itt rohangáljon Pesten, hogy ő állás nélkül maradt, adjatok neki valami munkát. És akkor Acél György behívott, és azt mondta, hogy nem tudna inkább a múlttal foglalkozni. Hát mondom, mire gondol a célelvtárs? Azt mondja, hát Veselény, Kossuth. Mondom, hogy a célelvtárs, forradalmi időket élünk? Azt mondja, nem. Hát mondom, akkor a reformerekkel kell foglalkozni. Kicsodálja, Széchenyi. Oké, rendben van. És akkor fölvettek a történettudományi, nem, az akadémia valamilyen szervezési csoportjának elnevezett helyre fölvettek státuszba. Ezt a munkahelyet azoknak csinálták, akiket parkolópályára helyeztek. Ott volt akkor Hankis Elemér is például. És megkaptuk a fizetésünket, soha senki nem kérdezte meg, hogy mit csinálunk. De én csináltam kegyetlenül. Később át is mentem a Széchenyi könyvtárba, mert mindent ott, mindent meg lehet találni.
és akkor írtam meg az És ég az oltárt, Széchenyi István élete és életműve. A csodálatos az volt Széchenyiben, hogy tőle nagyobb forradalmárt elképzelni sem lehet. Naplójában fekete ingesnek, tehát olasz felkelőnek, karabinierinek nevezi magát, aztán egy spanyol gróffal találkozik, és akkor rájönnek, hogy mind a ketten hát a rendszer ellen vannak, és Széchenyi óriás volt abba van, hogy letudta önmagát, vagyis a benne lévő forradalmát győzni. És halucinált, szóval Széchenyi halucinációs volt, ez tény is való, csak hogy ő nem szamárságokat hallott. Erre azt mondta mindig, hogy a egyetemes géniusza írt a naplójába, beszéltem az éjjel. És akkor csodálatos ötletei vannak, amit aztán, ugye, hát ha valamit, akkor ezt még azért a gyerekek is tudják mindmáig, meg is valósított. Tehát akármerre mégy a Kárpát-medencében, Széchenyi nyomát mindenütt meg lehet találni, ebben van a nagysága. Aztán 1848 májusában, amikor még a áprilisában, amikor a kormány még nem költözik föl Pestre, hanem Pozsonyba van, akkor ő idejön, és Óbudán van egy kis gyáracska, hajókákat csinálnak benne, ganzvállalkozás az is, és ott a fegyvergyárat megalapítja, és a tölténygyárat. Egyedül ő gondol ezzel, akkor még a kormányból. Nem a nagy forradalmár Kossuth, nem lebecsülőleg mondtam ezt, mert Kossuth tényleg a legzseniálisabb forradalmárunk. Ez nem vitás. Megalapítja Széchenyi a fegyvergyárat és lőszergyárat, és elkezdi a kádereket kijelölni, hogy kik szervezzék meg. Akkor még azt képzelték, hogy majd a császár és király ad át ezredeket, és akkor ezeket hol kell letelepíteni, stb. Stb. Ezzel foglalkozik Széchenyi. Aztán szeptember 5-én úgy látja, hogy minden elveszett, akkor jön valami leírat Bécsből. És akkor akkora komédiát csinál, például megállnak Győrbe, Győr közelébe egy fogadónál, a Duna partján. És akkor ő elkezd vetkőzni, és neki szalad a Dunának. Mire hát ugye őrzői kísérték, mert hogy elvesztette az esélyt, megbomlott az agya, ő csinálta, hogy ők gondolják róla ezt, és elkezdtek utána futni. Úszott vagy 20 métert, hát azok nem tudtak annyira, vagy egyáltalán nem tudtak úszni. Fölállt, visszafordult, nevetett, hogy tudjátok, a nyáron úsztam át utoljára a Dunát, de hát persze Pesten. Úgyhogy óriási játékot játszott Széchenyi ezzel a döblinggel. Ma ezt a fajta megjelenítést úgy hívják, hogy médium. Igen. Író, vagy halló, vagy beszélő médium, akit igen, onnan, valahonnan irányítanak, és küldik neki azokat az információkat, amelyek akkor még úgy hatnak, minthogyha elképzelhetetlen dolgok lennének. Majd később bekövetkeznek, és akkor azt mondjuk, hogy ő egy nagy jós tehetség volt. Így van. Az ember sohasem tudhatja, hogy milyen történéssel kezd el egy hobbit. Így volt ez a következő történet szereplőjével is. Amikor 74-ben találtam egy ollót egy padláson, Csoknyai a neve, ez egy elég híres márka, nagyon ritkán lehet már találni, nagyon jó szerszámék voltak. Aztán úgy elvittem haza, elraktam egy szatyorba, akkor a kollégáimnak nem kellettek ollók, mivel tetőfedő az egyik szakmám,
Nem kellett a kollog, vagy már elhasználódott, én belettem egy szatyorba. És ott évekig el volt a pincébe, aztán elköltöztünk ide, illetve építettük ezt a házat. Itt is sokáig szatyorba volt, úgyhogy körülbelül 10-12 éve, hogy egyre jobban merülök bele, hogy gyűjtöm. Végülis az a lényege, hogy gyűjtöm őket. Minden ismerőse tudja, hogy ollógyűjtés, mindenki, akinek van olyanja, amit nem akar használni, azt magának adja, vagy elkunyizza tőle? Nem igazán mondom ezt a szót, hogy elkunyizza, de így lehet mondani, elkérem, hogy nem adnál nekem, hát végülis kunyarálás is, de így van. Van, aki ingyen odaadja? Ó, nagyon sokan, nagyon sokan. Aztán plusz mellette, ha kell, megélezem nekik, ha olyat adnak, amit ezt nem adom neked, ezt megmutatom, sőt, kíváncsi is vagyok minden ollóra. Mutasd meg legalább, hadd lássam, hogy hát, ha tudok ilyet szerezni, ha nekem nincs. Az ismeretségi körön kívül honnan lehet ollót szerezni? Ócska piacokról? Ócska piacokat járom. Ez heti egy-két alkalommal hétvégeken tudok elmenni. Két ócska piac is van. Az egyik a Petőfi csarnok tulajdonképpen, amit szeretek, meg a Dózsa György út folytatása, illetve a Verseny utca folytatása. Ott van még nagyon Ecserire nagy. Ecserére nem jár? Ecserére nem. Egyetlen ollót, voltam egy kétszer-háromszor, egyetlen egy ollót tudtam onnan venni egy idős bácsitól. Nem is alkuttam rá, amit kért, megadtam neki, mert olyanom nincsen. De ezt a két helyet szeretem nagyon. Aztán van nálunk is itt kint a 17 kerületben a úgymond Bakancsosnak nevezett, ahol van egy-két-három idős bácsi, akik már jobban ismernek. Tehát személyesen ismerjük, és akkor ők, ha van, akkor félretesznek nekem, hogy na majd, ha jön a Gyuri, akkor megmutatom neki, ha kell, akkor viszi. Nézzük a legeket. Melyik a legrégebbi ollója? Legrégebbi ollóm, ezt a kicsit tudom mutatni, illetve ez sorba jön föl, nagyobbakba, ezek az égpályás ollók. Ezek a század elejé, vagy lehet, hogy még századfordulói ollók. Melyik a legújabb ollója, amelyet nemrég szerzett be? Hát a legújabb nem szó szerint új, hanem a legújabban ezt szereztem be. Tehát ez a legfiatalabb nálam, ami egy kábelvágó olló. Följavítottam, elhiányzott rá ez a zár része, ezt csináltam rá, és most ez a legújabb, amit van nálam. Melyiket szereti a legjobban? Szeretet, ez nálam úgy működik, hogy mikor mit kell csinálnom, azt használom. Ha bádogos munka, akkor annak megfelelően egyenes olló, lukolló. De a kedvencem, vagy ha gipszkartonozni kell, akkor ezeket. A kedvenceim pedig metszőollóba, vagy vegyük inkább először a lemezvágóollót. Ez a kicsi, aranyos, ha nem lenne víz, akkor ez olyan fényes lenne, hát nem mondom, mint aznak a fényesemik része, tehát egy fényes olló lenne, és sejmes a fogása, olyan kedves nekem. Melyiket tartja a legérdekesebb ollónak, és miért? A legérdekesebb, van több is, hadd mutassam ezt. Ezt én harmonika ollónak hívom. Ez mire való? Ez még nem igazán van kiderítve, de találgatások, vagy rózsa metsző szedőolló, rózsaszedő, vagy van, aki azt mondja, hogy üveg. Egyáltalánál üvegvágó, tehát elvágni a nyúlt üveget. Ez az egyik. Aztán, hogy gyorsan megmutassam, a legnagyobb ollom, lemezvágó ollom, ez a legújabb bak közé tartozik, ezt sem régen szereztem. Ennek is a jellegzetessége a behajtott vég. Ez jó régi szerszám lehet. Igen, ez is kovácsolt szerszám. Még békebelinek tűnik. Igen, békebeli. Aztán megyünk tovább. Olyan érdekes olló, van itt egy ilyen kacsacsőrű vagy csőrös olló, amit többen és többször néztünk már, hogy mire való, és végül is idáig azt derítettük ki, hogy ez oltáshoz való. Amikor éket akarnak csinálni, akkor innen, illetve amikor éket igen, akkor innen nyomják be a vesszőt, a párjának pedig innen. És akkor utána össze lehet építeni a kettőt. Ilyet nem sűrűn látni, hogy ráírják, hogy jót állásra készül egy
lemezből sajtolt, ami megint érdekes. Lemezből sajtolt olló. És még a mai napig is működik, pedig már ez sem mai. Ebbe egyedül a rugót tettem bele, mert az már nem volt meg. A legcsúnyább olló, ez, ahogy kikovácsolták, meg sem munkálták, de ezt csak azért vettem meg annak idején, hogy az a legcsúnyább olló idáig. Itt a másik táblánál milyen legeket találunk? A legrégebbi ollók, ez a négy darabom, amiből kitűnik az egy, főleg Ferenc Jóska van rajta, és Mária Terézia. Elég halvány már a kép rajta, de azért még azt hiszem kivehető. A kisebb olló az egy kis gyerekszerű játékolló, de ugye a körömvágók általában picikék, változatosak, vagy menjünk fölfelé, a legnagyobb szabászolló, ugye általában ahhoz kell legtöbb erőt kifejteni, az egy ekkora, itt is sajnos a víz, a pára nagyon... Megtette a hatását. Megtett, ha igaz, akkor nem sikerül megmutatnom, már másik oldal is olyan. Ilyen fényes volt eredetileg, hát sajnos a víz. Ez a legnagyobb, és várj már, én is baj vagyok. Ezt is úgy kaptam, érdekesség, ebbe nagyon sok fajta van, és centinként mennek jóformán lefelé. És akkor beszéltem egy nagyon régi, ezt hadd mutassam meg, ez a csoknyai olló, ez a nagyon híres márka volt. Látok itt nagyon sok olyan színes ollót, amelynek több funkciója lehet az én megállapításom szerint. Melyik az, amelyiknek a legtöbb funkciója van? Igen, több fajta van, ezek a legtöbb funkciójú ollók. Most ezt hadd ragadjam ki, mert én ezt tartom annak, amiket legtöbb mindenre lehet használni. Kezdjük egyszer a vágással. Akkor itt van egy fűrészfogas része, a szél is szedhető. Ezzel megint lehet valamit szurkálni, ezt nem tudom pontosan, visszatesszük. Ezzel lehet üdítőt, illetve diót bontani. Ezzel a részével elektromos vezetéket blankolni, akkor ha megfordítom, sört bontani, konzervet nyitni, és csavarhúzó. Ani, a feleség, hogyan tűri férje gyűjtőszenvedélyét? Igyekszem támogatni, mert látom, hogy szereti és örömét leli benne. Ani kezében két ollót látok, amelyről elmondta, hogy szívesen jön le ide a garázsba vagy a pincébe, és viszi fel magának, de milyen célt szolgálnak ezek? Hát például ez a kicsi pedikűrözésnél használom, nagyon jó, mert nagyon jó ívesen levágja a körmemet. Hát ez meg szabólónak használom, ez cikcakkol, és hát nagyon praktikus. Nem kell tulajdonképpen elvarni utána az anyagot, mert hát ebben elvágom. Hány ollója is van? Ha összesen számolom, majdnem 600 felé lehet mondani, de én külön szoktam választani őket, lemezvágóból olyan 140 valamennyi darab, azért nem mondok pontos számot, mert ez naponta jóformán vagy hetente változhat. A metszeolóból szint közel 150, ez a legrégebbitől az újakig, most minden benne van. Akkor gyűjtök külön colostokokat, amiből van 32, ha jól emlékszem, annyi van most már. Tehát ez lesz majd a következő lépés? Ha nem, ezt elnyeri, nem, akkor beindul a colostokokkal. Vagy vele együtt, ugyanis ez úgy működik, hogyha elmegyek piacokra, akkor mit találok? Ha pontosan lemezvágóllót találok, vagy metszőt, vagy amit még ötlen akarok mondani, a másik fajta ollókat, ami vegyes szabászolló, szabolló, hajnyíró, körömvágó, tapétázó, csontvágó, illetve csirkebontó olló, itt nem a háztartási ollók, abból is olyan 160 környéken, 180 körül van, de hát abból is tudok pontosat mondani. Álmom természetesen, hogy bekerüljek a Guinness rekordok könyvébe, és bízom benne, hogy bekerülhetek, mert nem tudok senkiről, sem Magyarországon, külföldön, pláne, hogy lenne ekkora mennyiségű és ennyi fajta ollója. Tehát én minden ollót gyűjtök, ami olló. Tehát amire azt mondják, hogy olló. Katalogizálja őket? Szeretném, de itt az előbb megjegyeztem, hogy
ahhoz, hogy egy jelzést fölismerjek, nincs megfelelő könyv, gyártási könyv, amiből ezek gyártották, azok gyártották. A mostaniakban már akar, ugye tudom, hogy Stubai az osztrák, ugye? Vagy tudom, hogy vannak a szegedi ólók, vagy a metszőólókban, tudom a régiekben, hogy kecskeméti, az nagyon régi a kecskeméti gyártmány, aztán újakban meg a Fiskász vagy bármelyik mostani. De a kettő között nagyon sok van a jelzés nélkül, nincs ráírva a jelzés, akkor nem tudom, hogy kit gyártották, csak kitől vettem esetleg. A gyűjteményét a ház alatti pincében tárolja, amely rettenetesen vizes. Most éppen itt talajvízben állunk, mert föltört. Azt hiszem, hogy ez árt az ollóknak. Sajnos árt. Tudnák mutatni, hogy a lámpalat van két példány is, amelyik gyönyörű szépen levó föl volt takarítva, mint úgy általában ezek. Csak ha nincs a pára, ugye most meg fütünk, a pára az nagyon-nagyon letelepszik rá, és sajnos kikezdi az ollókat. Ezt egyőre nem tudom kivédeni. Akkor a karbantartás is elég sok időt elvesz öntől, ugye? Igen, elvesz, meg érdekes, hazajövök a piacról, az az első, hogy leteszem itt az asztalra őket, és akkor elkezdem egyenként megnézni biztonság kedvéért, mert amikor vásárolom is az ollókat, hogy így csinálok. És akkor lelki személyen látom, hogy na van-e nekem ilyen, vagy nincsen. Ott nézik, hogy jó az olló, mondom, az engem nem érdekel, hogy jó az olló, hanem nekem van-e, vagy nincs. Azt már nem mondom nekik. Na, tehát hazajövök, és akkor itthon megnézem, ha nincs, ha van, akkor is. Ha nincs, akkor fogom szépen, vannak gépeim hozzá, szépen rendbe teszem őket. Amelyeket lehet, följavítom, hogy lehessen használni, amelyeket nem, az pedig megfelelően kicsit fölpucolom, tehát patináson fölpucolom. Nem teljes fényesre, de azért tiszta legyen. És akkor utána a szilikonnal leápolom, és akkor úgy sokáig úgy megmarad, kivéve a pára, ugye. Az elsődleges szempont a gyűjtésnél, hogy olyant szerezzem be, amilyen fajta még nincsen? Természetes dolog, nem is veszek meg, illetve nagyon-nagyon ritkán, ha találok, most találtam egy ilyet, az direkt vettem meg, mert szánom valakinek. De egyébként, hál' Istennek még idáig meg tudtam jegyezni, hogy nem vettem olyan ólót, ami már nekem van. Ami nem kis dolog, mert ugye 140, tehát 5-600 darabot fejbe tartani, hogy na, ilyen van, vagy ilyen nincs. És akkor hogyan tovább? Mikor robban ki a nagy gyűjteményével? Hát mikor robbanok ki? Elsődleges tervem, hogy valahogy terjeszkedni a pincén belül, már máshol ugye nem, padlásra nem mehetek föl, nem engednek föl, de függvény az, hogy a legekbe hogyan tudok bekerülni. Amíg élek, én gyűjteni fogom az ollókat, tehát bármilyet, ami mindig, tehát mikor milyen jön, hogy megőrizzem az utókornak, mert ez valahol egy csodálatos munka is, legyártani, dolgozni, szép munkákat lehet végezni, és a jövő generáció is lássa, hogy milyenek voltak régen az ollók, és mire lehetett esetleg használni őket. Terkes Tamás grafikus művész Budapest 9. kerületében él és dolgozik. Megszállottja az 1848-as történéseknek. 48-as alakjai, figurái alkotják kiállításának tárgyát. Hogyha úgy vissza tud gondolni fiatalember korára, kisgyerek korára, mi volt ez az első momentum, ami megérlelte önben azt, hogy 1848 érdekli magát, hogy ezzel érdemes foglalkozni? Volt egy magyar szenzációs film, ez a Feltámadott a tenger. Valami nagyon szép film volt. És abban a görben, amikor szavalt, ez valami csoda volt. Akkor ráadásul, hát nem biztos, hogy idevaló, de ilyesmi indítatás volt a Sinkovicsnak, amikor elkezdi szavalni a egri esküt. És én még abban a korban tartozom, rossz vagy jó, nem tudom, mi ezt megtanultuk kívülről. És a haza nem eladó, ez komoly. De kb. Is nekem. Itt nőtt föl Ferencvárosban, Ferencváros utcáit koptatta már gyermekként is, és a Telepi utcai iskola volt az első alma mater, ahová járhatott. Ott a tanárok által megtámasztott volt ez az érdeklődés?
olyan tanárokra emlékszem, mint a kémiaföldrajz tanár Ancsel, a torna tanár, mert tanár úr szenzációs volt, és nem utolsó sorban nagy kedvenc osztályfőnököm Csernicki Dénesnek, itt ha még egy csókot adom. És ott akkor legnagyobb kedvencem pedig Lampert tanár úr volt, ő rajz tanárom. Mikor volt az az időszak, amikor először ceruzát fogott a kezébe, vagy zsírkrétát, amikor úgy elkezdett rajzolgatni? Rövidlátó vagyok, az első rövidlátó, mellett messzire. És azért mindenféle csapatsportból kimaradtam, és akkor ott egyedül azért nem igazán jó, akkor rajzolgattam, és így. És akkor térjünk vissza egy picit a kiállítás anyagára. Beszerezte az itt szereplő személyeknek az arcképeit, vagy emlékből rajzolta meg őket, és hogy milyen technikákat alkalmaz? Hát följártam a várba, videó, fénykép, de még pluszba rajzolgattam is őket elég sokat. Különböző kiadványok, barátaim hordták nekem a könyveket, mert tudták, tetszettek nekik a dolgok, amiket láttak, és Onodi Gyuri barátom két vastag könyvvel beállt, hogy komám, ez nagyon jó lesz neked, és természetesen nagyon jó volt. Akkor a videókazetták, amikor csinálgattam, az meg azért volt nagyon jó, nagyon közelről meg lehetett nézni sokáig egy-egy olyan jelzést, 50 tiszti jelzést, amit amúgy nem látna az ember, és amit előttünk mindig úgy elkentek. És én meg arra gondoltam, hogy azért ezek nem GI-Joe katonák voltak, ezek igazi hazafiak voltak. Legyen már meg az a tisztesség nekik, hogy mindenféle rangjelzés, rozetta, az ott legyen a helyén, ahol az élik. Hogyan fogadta Ferencváros szülöttének kiállítási anyagát? Van egy aranyos bejegyzésem. Azt mondja, a bakácstéri kerámika szakkör ezentúl a sámán bűvöletével fog rajzolni. Hát azt hiszem, ennél nagyobb dicséretet nem lehet kapni. A szellemi vezetőkről akartam elsősorban, de azokról a szellemi vezetőkről, akiket nem kiválasztanak, hanem kiválasztódnak. Tehát a sámán az nem akar sámán lenni. Annak meg kell küzdeni azért, az ellen dolgozik, hogy ő ne legyen sámán, de mégiscsak a közösségbe elfoglalt szerepe által lesz ő sámán. Ez egy madár sámán, tehát a segítői azok madár szellemek. Itt láthatóak a szellemek, és azok a tavacskák, amin a szellem meg tud pihenni, a héthal csont, a különböző fügelékek az őven, a monotonitáshoz szükséges részkarikák, részfüggők, és azok a fajta, tehát nem egy direkt dobverő van, hanem ezen inkább az, hogy egy hang legyen, és hogy tud zömögni. De nem biztos, hogy jól mondom, de biztos hallottak már mongolokat ilyen fejhangon zöbbög, vagy nem tudok ennél szebb szót mondani. Egy ilyen zöngés hangot adnak ki, igen. Most a sámánnak, ugye mint tudjuk, a sámán mindig egy különleges ember, és itt az ujjaiból megítélve ő az is. Hány ujja van ennek az embernek? Ő neki előről 60, de hátul van neki egy, tehát összesen 7, és ebben a dolgokban az az érdekes, hogy mindig páratlan számú fölösleges csontok vannak. Most itt csak azért van 6, mert egyel fog. Én úgy vélem, hogy itt egyfajta Szent István feldolgozást látok ezen a képen, de elbátortalanodtam. Talán gondolja, hogy miért. Egy kicsit én is elbátortalanodtam ott akkor, amikor arról volt szó, hogy él bennem István. Az volt az érdekes, hogy arcra nem igazán élt, hanem az a műve. És akkor próbáltam azokat a műveket összeszedni, amikből kialakulhatott bennem. Tehát az a kis barna márványfej, szent korona, palást, jogar, és különböző olyan ásatási kellékek, amik biztos, hogy egy fejedelemtől származhattak akkoriban, vagy pedig Istvántól. Ezeket próbáltam meg összerakni egy papíron, és magamban elkezdtem hívogatni, hogy a lelkemben élő István, Rex Stephanus in anima meo, az én lelkemben élő István, ami nem biztos, hogy mindenkire kötelezően hat, de nagyon szeretném, hogyha erről mindenkinek az az István jutna az eszébe, aki körülbelül 1100 évvel ezelőtt magyarrá tett minket.
Még egy problémám van, amit segítsen nekem megoldani. Én a képen a finoman kidolgozott és a durván kidolgozott részletek ellentétét látom. Látom ezt a palástot, amely gyönyörűen tartalmazza azokat a történelmi háttereket és kellékeket, amelyek szerintem odavalóak. És ugyanakkor látok egy nagyon durva kezet, széles, olyan fajta munkáskéz ez, amely nem igazán illik szerintem Szent István egyéniségéhez. És még valami, hogy ezeket a jogállamiság és a magyar államiság kellékeit, tehát a jogart, az országalmát és a koronát viselhette egyszerre Szent István? Hát ahogy én tudom, nem. De azért, mint az előbb is mondtam, ez az én lelkemben élő István. Tehát nem egy történelmi személyiség, de azért annyit azért, hogy hát a palást közelébe biztos volt. És azért a korona bizonyos részével biztos találkozhatott, de azért, ha megkérdezek egy magyar embert, akkor az biztos, hogy azt mondja, hogy az a korona volt a fején, holott neki tudja, hogy nem. És mégiscsak ő volt azért, és csak ezzel a koronával lehet őt csinálni. És a kézre? Na, a kezéről, meg hát könyörgöm gyeplőt fogni, női kacsóval, és itt azért keményen kellett neki hadakozni. Ez a rajz Árpád apját Álmost ábrázolja, egy vadászat alkalmával, kísérők gyűrűjében. Egy kicsit azt szokták mondani, hogy élő anyu, de nem öltem még meg anyuszit, ez a gond. A technikáról annyit szeretnék mondani, hogy ez egy vegyes technika, ceruza, toll és radír. Tehát azok a részek, ahol ilyen fényszerű dolgok vannak, ne ezek a radírnyomok. Egy kicsit el van maszatolva, és akkor ki van szedve a rajz. Tehát radírral. Itt egy viszonylag kistermetű lovat látok, amelyik nem igazán tűnik nekem méretarányosnak a figurával. Ez szánszándékkal készült így? Igen, ezek pónilovak. Tehát ezek nem az angol hidegvérűek, hanem meg a különböző versenylovak. Ezek munkalovak voltak annak idején. És gyakorlatilag azt hiszem ennek a lónak köszönhette az egész gyepei birodalom, hogy el tud idáig jönni. Hát ebben az angol lovak például meghaltak volna napi 70-80 kilométerrel, ők meg vígan poroszkáltak. A kiállítás összes anyaga közül azt hiszem a legkidolgozottabb technikát ennél a figuránál találjuk. Milyen technikával dolgozott? Olyan ez a rajz, mintha egy hímzés lenne? A cél az is volt, mert Konstantin azt mondja az egyik levelébe, hogy a magyarok gyöngyel fölhalmozottak. Most amikor én László Gyulától olvastam, azt már nem is mertem itt megcsinálni, hogy a szakálukban is volt körülbelül 1 kiló gyöngy. Az már egy kicsit soknak tűnt volna. Ki ő egyébként? Ősvezér. Egy ősvezér. Azt próbáltam megcsinálni benne, hogy olyan jó kis mokány, alacsony emberek voltak ezek, de viszont masszívak, erősek. És mivel hát nyökött minket azért Európa elég tisztességesen ezt a gazdag fölékszerezettséggel, és azokkal az ötvös tárgyakkal, amik szintén magyar munkák, tehát avval is azt akartam jelezni, hogy ezek igazi magyarok voltak. Olyan technikai és szellemi kultúrával, ami azért a maga korában páratlan volt. Tamás megpróbált velem megláttatni valamit, amit nem sikerült. Mégpedig felhívta figyelmemet a figura egyik szemére, hogy mit látok meg benne. Sajnos be kell vallanom, hogy nem láttam meg, de árulja el azért nekünk, hogy mit kellene látnunk benne, hát ha a kamera meg tudja mutatni. Először reménykedtem abban, hogy a metsző tekintetét, de azért utána egy kis igazságot is belékedtem el, hogy ott van már egy táncoló magyar bent a tekintetében. Ez a sírva vigadás. Hogy már ott is legyen, de hát ennyi sikerült belőle. Szeretnék rákérdezni az egyik képre. Klauzál Gábor nyakában látok egy sálat. A kérdésem az, hogy ez selyem vagy bársony, mert olybá tűnik, mintha bársony lenne. Akkor lehet, hogy valamit nem jól csináltam, bár látszólag nem jó, mert ha ilyen megtévesztő, akkor szerintem jó. Én nem bársony, sejemnek szántam,
Ennek a technikája viszonylag egyszerű. A nagyon fölvizezett papírra ráengedünk kínaitust, és papírral megmozgatjuk a felületet. És egy plusz érdekesség még az, hogy azokat a felületeket, amiket viszonylag átmenetet képezne itt a fény és sötét között, az tollal ki lesz egyenlítve, ugyanúgy, ahogy az arca. Most ugye Klauzálnak elég vegyes szerepe volt a több kormányban, ezért próbáltam azt, hogy legyenek egy kemény megoldása is, de azon a rajzomban legyen egy puha megoldása is, és az egészet lengje be az ő odaadása a Magyarországért. A Hungária Televízió nem olyan régen meghirdette, hogy énekelni vágyó közösségek meghívását várja. A meghívó Cegléd Bercelről jött, így a Nóta körbejár rovatunk első műsorát láthatják most. Természetesen továbbra is várjuk meghívásaikat. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt az egybegyűlteket. A Hungária Televízió felhívására gyűltünk itt össze, népdaltanulás céljából. Nagyon örülök, hogy ez a kis csapat összejött, különösen örülök a fiatal generációnak, és kedves szüleiknek is, hogy ebben a világban, ahol már az éneknek igazán nem tulajdonítanak nagy jelentőséget, összegyűltünk és megpróbálunk egy kicsit énekelni szívből. A műsor címe Tiszán innen Dunántúl. Ezt a címadó dalt énekeljük el először. Van-e, aki nem ismeri? Hát nagyon jó választás volt ezek szerint. Hát Sanyi bátyám, kezd el. Hiszen innen Dunán túl, túl a Tiszán van egy csikó. Jó bort miért?
meg Üreden és Kaposvárba, ha-ra, ha-ra, ha-ha. Igyál, jó barátom, tőled nem sajnálom, sokáig addig kell a vasat lenni, amíg tűze, pere, pere, pepes. Semmit sem ér olyan hordó, amely űrre, pere, pere, pepes. Kör már beled tenni, de mik mi kell aztán venni. Nem baj, Sanyi bátyám, elvégre tanulni vagyunk itt. Hát igen, sajnálom ezt a kis botlást. Mert még egyszer nyugodtan. Még egyszer kezdjük. Hadd tanuljuk meg. Addig kell a vasat verni, amíg műzre, pere, pere, pepes. Semmit sem ér olyan hordó, amely űre, pere, pere, pepes. Kör hát bele tenni, kidől aztán venni. De mikor? A szüksége, pere, pere, pepes. Mehet a következő dal? Igen. Igen, halljuk. Ismeritek-e azt, hogy Bazsa Mári libája. Ismerjük. Bement a piszába, kettőt lépett utána. Sáros lett a Bazsa Mári fehér alsó szoknyája. Kettőt lépett utána. Sáros lett a Bazsa Mári fehér alsó szoknyája. Ez a csárga, de hangos, Bazsa Mári, de gangos. Mit ér a gangossága, halálba leesett a fehér alsó szoknyája. Mit ér a gangossága, halálba leesett a fehér alsó szoknyája. Bazsa Mári kisfia, azért sír, mert nincs apja. Ne sír, fiam, van apád, a vácasói laktanyába pucolja a csizmáját. Elnézést, erre még menetődünk is. Ezt a változatot nem ismerjük. Azért vagyunk itt? A mai műsoridőnk sajnos végére ért. Van-e kedvetek legközelebb is velünk tartani? Igen, együtt élek el. Igen, bármikor akkor egy hét múlva találkozzunk. Rendben van. Ugyanígy találkozunk. Kérem, tekintsenek meg befejezésképpen a Háromszék Állami Népi Együttes műsorából egy részletet. Thank you.
Kedves nézőink, Önök Tiszán innen Dunántúl című kulturális és közéleti magazinunkat látták. Műsorunkkal vasárnap 16 órakor jelentkezünk, az ismétlést pedig szerdán este 22 óra 40 perctől láthatják. Továbbra is várjuk meghívásaikat, illetve műsorainkkal kapcsolatos kérdéseiket, meglátásaikat a 258 58 57-es telefonszámon. Viszontlátásra!